Az LMP azt kéri Hende Csaba honvédelmi minisztertől, hogy engedjen betekintést a tavaly év végén módosított angol nyelvű Gripen szerződésekbe. Az ugyanis, hogy pontosan mi szerepel a megállapodásban, és hogy a svéd fél mit kér a módosításért cserébe a magyar államtól, azóta sem ismert. Semmi akadálya nincs annak, hogy az LMP képviselője betekintsen a szerződésbe, ha az LMP kijelöli azt a tagját, aki átesik egy C-típusú átvilágításon. Így reagált Híradónknak a kormányszóvivő, lássuk. Mivel a szerződés két állam között köttetett, illetve a svédek, egész pontosan a Gripen, egy gyártó cég és Magyarország között köttetett, ezért a másik szerződő félnek is engedélyt kell adni a szerződés betekintésére. Amennyiben ezt megkapja a magyar kormány, akkor teljesen természetesen az is betekinthetővé válik. Abból, amit elmondtam, meg amit itt láttunk, két dolog nem derült ki, miről van szó igazából. Tehát arról, hogy a svéd kormány engedélyezte, hogy a magyar kormány 10 évvel meghosszabbítsa a Gripen vadászgépek leasing idejét. Ez gondolom pénzügyi okoknál fogva alakult így. Egészen biztos, hogy ennek azon túlmenőleg, hogy egy pénzügyi elszámolás változik mására is. Voldoroz Dávid, LMP, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Igen, itt arról van szó, hogy lényegében 10 évvel meghosszabbodik a szerződés, és így nem csak a mostani és következő kormány, hanem még további 3 kormány ciklusa alatt kell kifizetni ezeket a pénzeket. De hát ha ez jó üzlet, akkor ez jó? Ez egyelőre úgy tűnik, hogy ez könnyítést jelent a magyar fél számára. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a svédek valószínűleg nem a magyar kormány két szép szemére adták meg ezt a könnyítést. Mi volt ennek az ára? Ez szerintem fontos tudni mindnyájunk számára. Ez nem lehet, hogy úgy zajlik, mint amikor az ember az autóhitelét szeretné egy kicsit meghosszabbítatni a leasing céggel, és akkor azt mondja, hogy jó, a leasing cég ad egy évet, egy kicsit drágább lesz, de havonta olcsóbb. Tehát nem ugyanaz a logika két állam közötti leasing szerződésben? Pontosan ezek azok a részletek, amik eddig nem derültek ki. A Honvédelmi Minisztériumban kaptunk ugyan egy tájékoztatást január elején, de az lényegében csak néhány számot tartalmazott. Az eredeti szerződésből, illetve annak magyar nyelvi fordításából derülhet ki az igazság. Ki lesz a C-típusú átvilágított? Többen vagyunk a frakcióban, én magam is kaptam C-típusú átvilágítást, majd el fogjuk dönteni, ahogy a svéd fél válasza megérkezik. Ez a C-típusú átvilágítás a minden szempontból nagyon megbízható ember, igaz? Hát a Fidesz számára gondolom nem vagyok annyira megbízható, de az állam számára megbízható vagyok. Örömmel hallom, hogy a kettő között van különbség. Én úgy gondolom, hogy van különbség. Jól van, addig jó nekünk. Mi lesz az LMP-vel? A szokásos kérdés szerintem ezt hallgatja másfél-két hete, hanem régebben. Igen, de örülök, hogy van érdeklődés irántunk, és örülünk, hogy el tudjuk mondani a gondolatainkat. Hétvégén lesz egy kongresszus, ahol elég sok fontos döntést fogunk meghozni. Többek között hosszas folyamat végén lezárjuk a 2014-ig követendő stratégiánkat. Illetve... Ebben lesz egység, mert a hírek és a jelek szerint ez volt a legnagyobb különbség eddig a párttagjai között. Nem, ebben azért nincsen akkora különbség, mint amennyire sokan szeretnék beállítani. Itt arról van szó, hogy abban mindenki egyetért, hogy 14-ig az a legfontosabb, hogy az LMP, mint önálló ökopolitikai párt megerősödjön, minél nagyobb támogatást tudjon elérni, ezért kezdtük el az új ellenállást is, hogy ezzel is elérjük az embereket és az emberek véleményét, elégedetlenségét a kormánnyal szemben, ezt jobban be tudjuk csatornázni, ki tudjuk fejezni. Ez az új ellenállás azért voltak éppen az utcákon zajlana. Tehát igen, ez több utcai akciót fog jelenteni, kevesebb hangsúlyt fogunk a parlament rakni, és többet arra, hogy az emberekkel találkozzunk, és az emberekkel együtt legyünk, illetve különböző akciókkal fejezzük ki azt, hogy a kormány politikája a szakadékba viszi az országot. Lehet egy parlamenti párt olyan, mint egy civil mozgalom? Tehát lehet két ilyen arca egyszerre egy pártnak? Természetesen vannak hibáink, és a szervezeti működésünk során vannak gyengeségeink, és ezeket szeretnénk kiavítani. Nem, én ezért... pont fordítva kérdeztem, ugye ez az új ellenállás, ez olyan, mint egy civil mozgalom. Igen. Tehát egészen más retorikával, teljesen más eszközökkel. De az LMP egy civil párt. Alapokon szerveződő párt volt, hiszen a legtöbb a tagunk civil szervezetekből jött, illetve az alapító tagjaink is először a civil szervezetekben mutatták meg magukat. Én azt gondolom, hogy ez nem gyengesége, hanem erénye az LMP-nek, és ez egy olyan faktor, amit meg kell őrizni, és erősíteni kell. Hétvégén lesz elnöke, egy vagy kettő, vagy egyáltalán az LMP-nek? Van egy olyan tervezet, ami szerint társelnöki rendszert vezetnénk be a párt irányításában. Ha ezt el is fogadja a kongresszus, amiről most természetesen nem tudom megelőlegezni a döntést, akkor a társelnököket a március elejé tisztújításon fogjuk megválasztani. Tehát a rendszer lehet, hogy fel fog állni a hétvégén, de hogy kik fogják betölteni a posztokat, azt márciusban döntjük el. Ez igaz a frakció vezető személyére is, mert ugye Siffer András ott lemondott.
igen, Siffer András lemondott, és a frakció vezető kiválasztásánál mindenféleképpen figyelembe fogjuk venni a legszélesebb testület, azaz a kongresszusnak a döntését. A 2014-ig érvényes stratégia, hát az ugye a választásokig érvényes stratégia, abban benne van az is, hogy kikkel milyen feltételek között és hogyan hajlandó az LMP együttműködni a választások előtt, vagy akár a választások után, hogyha olyan politikai helyzet. Ez egy részletkérdése a stratégiának, de természetesen erről is. Nem ez a legfontosabb kérdése? Nem határozza ez meg egy kicsit az LMP lehetőségeit, hogy ebben milyen döntés születik? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy az LMP lássa, hogy a 2014-es választások kapujába hogy fog eljutni, milyen politikát fog folytatni, hogyan tudja növelni a társadalmi beágyazottságát és támogatottságát. Ez a legfontosabb kérdés, és a stratégia arról kell szólnia, hogy ezeket milyen kis allépésekre bontsuk le. És ebben a legfontosabb kérdésben nincs szerepe annak, hogy milyen oldal irányú együttműködéseik vannak, és kivel? Tehát, hogy dolgoznak-e együtt ügyekben a Fidesszel, mint hogy azt mostanában hallani lehetett? Hajlandók-e együttműködni mégis a Demokratikus Koalíció pártjával, mint ahogy hallani lehetett? Tehát sok mindent beszélnek, ebben nyilván valamilyen módon állást kéne foglalniuk. Ebben egyértelmű az álláspont, és eddig is egyértelmű volt az LMP alakulása óta, illetve a parlamentbe kerülése óta azt hangsúlyozza, és ezt is teszi, hogy bármilyen ügy mentén, ha egyetértünk a valakivel, akkor abban az ügyben együtt tudunk működni. Tehát ügyek mentén együttműködtünk már a szocialista párttal is, akár a Fidesszel is. Az teljesen természetes, hogy ellenzéki pártként látjuk azt, hogy amit a Fidesz csinál, az egy olyan embertelen irányba viszi el Magyarország, ami nem hogy hosszú távon, de két cikluson keresztül sem tartható fent, és az Orbán kormányt mindenféleképpen meg kell próbálni 2014-ben leváltani, és azt gondoljuk, hogy ehhez mi az ökopolitika nagyon fontos segítséget tudunk adni. És ezzel a cél alárendelnek minden egyebet? Nem, én nem gondolom, hogy ennek a célnak kell alárendelni minden egyebet. Az ökopolitikának a képviselete, ez a fontos, ez az, ami miatt a párt alakult, és ez az, ami a céljainkat legjobban kifejezi, és ezeknek a céloknak az elérése érdekében kell alárendelnia. Meg sem merem kérdezni 2014-ig, mik az ökopolitikai célok, mert borzasztó messze vezetünk. Egy kicsit rövidebb távolban, egy utolsó kérdés, persze, és vágyuk is szeretettel, hogy az ellenzéki kerekasztalon ott lesz-e az LMP csomagja. Egyelőre semmilyen hivatalos megkeresés, sőt nem hivatalos megkeresés sem kaptunk az ellenzéki kerekasztalról. Én azt olvastam, illetve hallottam Kónya Péter, illetve Ára Kornél nyilatkozataiból, hogy szeretnék megvárni a tisztújításunkat, és utána kezdenék el velünk a tárgyalásokat. Én azt gondolom, hogy ha jelentkeznek, mi mindenféleképpen meg fogjuk őket hallgatni, és el fogunk kezdeni arról egyeztetni, hogy esetlegesen az LMP hogyan tud, vagy hogyan nem tud részt venni az ellenzéki kerekasztalban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.